Csak néhány óvodás és bölcsödéskorú gyermek játszik a tündérkelt bölcsödében. Ezen gyerekek felügyeletét nem tudták megoldani szüleik, és így a fagyszünetben a bölcsiben tartott ügyelet keretében vigyáznak rájuk. A fagyszünet elrendelését a rendkívüli időjárás, valamint az óvodákon átsöprő betegség hullám indokolta. Sorba vettük azokat az intézményeket, ahol ugye elavult a fűtés, illetve nem megfelelőek a nyilázárók szigetelései, és folyamatos kapcsolatot tartottunk a tagintézményvezetőkkel, hogy milyen hőfok van a csoportokban, hogy tudják biztosítani az előírt hőfokot a gyerekeknek, hiszen ők szinte a földön tartózkodnak. És ugye a, fe, a meleg az felfeleszáll, és sajnos majdnem minden intézményünkből úgy jött vissza a válasz, hogy 18, -18 19 fokot tudnak úgy tartani, hogy teljes energiabedobással működnek a kazánok. Az óvoda vezetőjének, valamint a város polgármesterének és cínzetes főjegyzőjének tegnapi tanácskozásán dölt el a fagyszünet elrendelésre. Ugyan a hétszínvirág óvoda az ügyeletes, de mivel az ő ter termei csoportszobái sem elegendő hőmérsékletűek, ezért úgy gondoltuk, hogy az új geotermikus fűtési rendszerű, jól szigetelt, modern bölcsödébe berendezünk óvodai csoportokat, és így bölcsödésre Öcsödi csoportot is tudunk ügyeletbe biztosítani, óvodai csoportot és hogyha menet közben a szülőknek esetleg mégis valami közbe jön, mégsem tudják megoldani, megszervezzük nekik az ügyeletet, ami a gyerekeknek egy nagyon jó, hiszen új környezet, új játékok, új kis barátok, ők nagyon fogják élvezni ezt. És mi mindent megteszünk, hogy a gyerekek jól érezzék magukat. Az óvoda vezetője folyamatosan végzi a felmérést, hogy hány szülő és ezáltal hány gyermek igényli a felügyeletet a fagyszünet idején. Bölcsere is korúak közül egy csoportnyi gyermek kérte. Úgy néz ki, hogy a többi óvodából is egy-egy csoportnyi gyermek igényelte eddig az ügyeletet. Úgy próbáltuk megoldani, hogy a gyerekek minél sérülékenyebb, mentesen úszták meg ezt a dolgot, hogy minden óvodából az ismerős óvónénik várják őket. Az óvoda egész nap telefonon és üzenetben egyaránt várja a szülők értesítését, és szükség esetén megszervezi gyermekük felügyeletét.